Sziasztok! A mai videó témája, amit hoztam nektek, az nem más, mint a dualitás lesz. A jóról és a rosszról szeretnék beszélni nektek egy kicsit. És arról, hogy én hogyan barátkozok velük. Először is szeretném elmondani nektek, hogy Anamé program oktató vagyok, és hogy az én életemben számos nagyon jó és pozitív változást hozott, mind testileg, mind lelkileg, mind pedig szellemileg is. Annak idején én pánikbeteg voltam, és a módszer hatására tudtam meggyógyulni is. És mindazoknak ajánlom, akik szeretnének változtatni, és a kifogások helyett a megoldásokat választani. Úgyhogy, ha szeretnéd minél több információhoz jutni tőlünk, ott lent a videó alatti linkben, leírásban a honlapunkhoz juthatsz el, és a további írásokat, videókat, anyagokat találhatsz rólunk. Akkor tehát, na jó és a rossz, amiről szeretnék beszélni nektek, jöjjön hát. Számomra egy állandó belső harc az én életemben, ami e kettőség kapcsán mindennapos volt. Leginkább régen, sokkal régebben, most már sokkal inkább békésebb vagyok az irányukba, de egy állandó háború szintere volt, és mind a mai napig még nagyon fontos számomra e kettő között lévő igazság, és hogy mi az igazság. Az egész életemet ez határozza meg, és nagyon sokáig nagyon fontosnak tartottam, hogy kerüljem az életemből, és kerüljem el az életemnek minden rossz részét, amikkel összehozott a sors. Mindig kerültem a rosszat, és mindig menekültem is előle. Sokkal jobban szerettem a jó dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ezzel sokan vagyunk így. De hogy engem konkrétan kirázott a hideg tőlük. És fontosnak tartottam, hogy valahogy így megszületett így bennem ez a úgy tudnám mondani, hogy igény, hogy annyira kényelmetlen, főleg amikor pánikbeteg voltam, mert ott a kettősségek nagyon erősen megroncsoltak. És fontosnak éreztem, fontosnak tartottam azt. Volt egy ilyen belső igényem, hogy e kettő között és e kettőséggel békében tudjak élni, vagy békébe tudjak kerülni az életemben, a belső világomban. Amiket kívül láttam, és kívül a világ működésével kapcsolatosan, a környezetemmel, a világ alakulásában is, országos szinten is, globális szinten is nagyon sok értetetlenség és nagyon sok feszültség volt én bennem. Szerettem volna ezekkel békésebb lenni, békébe kerülni. És mégis azt is éreztem, hogy nem akarok, hogy eljött az ideje, vagy hogy jó volna valójában egy olyan erőre szert tenni, ami képes megbirkózni a rossz dolgokkal, és hogy nem a szőnyeg alá söpörni őket, vagy nem is a homokba dugni a fejünket, vagy a fejemet, hanem egyszerűen valahogy, valamilyen módon tenni valami jó dolgot, egy jó ügyet szolgálni, ami változást tud létrehozni.
fontosnak tartottam mindig is, annak idején, a minden feszültség ellenére, meg minden félelmem ellenére, a rossz dolgokkal kapcsolatosan, hogy minél hamarabb lezárjam azokat, vagy minél gyorsabban jóra fordítsam át. És hát bebizonyosodott, hogy ez nem olyan gyorsan történik, mint hogy ezt szerettem. Ebből is nagyon szerettem volna, ebből is nagyon sok konfliktusom volt. És most már látom, és be kell, hogy lássam azt, hogy rossz és nehéz is ezt kimondani, meg nem is szívesen mondom ezt ki, de hogy mégis azt látom, hogy szükség, hogy a rossz az egy létszükség, hogy a rossz dolgokra szükség van, és hogy most ugye, hogy látom a saját életemben is, azok a rossz dolgok, amik történtek velem, például a pánikbetegség is, valójában jó dolgokra vezettek rá. És én itt kezdtem el érezni azt, hogy ez lehet a megoldása a rossz dolgoknak, hogy valami jóra fordítsuk, vagy egy jó irányba vigyük el. Én azt látom, és azt éreztem, hogy a rossz dolgok valójában dinamikát adnak az életnek, és hogy be kell, hogy lássam, hogy valójában ez az igazság, hogy ettől lesz egy élet, élettel teli, ettől lehetséges az élet, a jó és a rossz állandó a kettőségétől, a két pólus között létrejövő életáramtól, amiben egy élet, vagy amiből egy élet állandó konfliktusokat, állandó élethelyzeteket, és állandó kihívásokat él meg. És hogy valójában a jó és a rossz nem egy olyan pont, ahol érdemes leragadnom, hanem sokkal inkább olyan ez, mint tájékozódási pontok. És hogy szerintem a lényegük minden téren, az élet minden területén, amit hiszünk a jó dolgokról, és amit hiszünk a rossz dolgokról a külvilágunkban is, a belső világunkban is, valójában egy láthatatlan mércének, a valamilyenné válásnak a minőségéről szól. Hogy és e kettőség között milyen emberek vagyunk, vagy hogyan viselkedünk, hogy milyen megoldásokat, egyáltalán keresünk-e megoldásokat rá? Szerintem ez a minőség, ez a láthatatlan mérce, ami ott van az emberekben bent belül, kialakul, és meghatározza a valamilyenné válását. Mert hogy valahogy az élet mindig olyan kérdéseket hozott elém, hogy éreztem, hogy abban azzal a döntéssel én valamilyen név állok. És hogy én azt érzem, hogy egy közösségben, egy városban, egy országban, a világban ez a bolygó, és ennek a bolygónak is, mindezeknek a sorsa, az élet irányát ez a minőség szabja meg, határozza meg. Szoktam azt érezni magamon, és mi másokon is, hogy az ember olyan kicsinek, meg olyan gyengének érzi magát a változáshoz, meg hogy olyan, meg minek, mert hogy úgyis valójában olyan tehetetlenek vagyunk, és hogy a dolgok valóban nem változnak meg. De hogy szerintem ez igazából nem csak a külvilág megváltoztatásáról szól, megváltozásáról, hanem a mi saját belső kovácsmesterünkről szól, hogy ki kovácsoljuk magunkba azokat a tulajdonságokat e kettőség hatására, ami én bennem, és ami nekem eszembe jutott, és amikkel én, és amikről én tudok beszélni, mint például az elfogadás, az alázat, az akarat ereje, akarat teremtő ereje, az együttérzés, a türelem. Mert hogy
mindannyiszor szerettem volna azonnal, hogy a dolgok jóra változzanak, mert hogy a rossz szájíze, a rossz dolgok, hogy úgy ráülnek az emberre, és hogy jó lenne őket azonnal is gyorsan kisöpörni, kitakarítani őket, de hogy valójában meg kellett, hogy lásson például itt a türelem kapcsán, hogy érdemes türelmesnek lenni, mert hogy nagyon sok esetben valójában nem megváltoztathatóak azonnal. Azok a rossz dolgok. Hiszem, hogy mindenki saját magán múlik az, hogy mit tart helyesnek, és hogy mit nem. Mi a jó, és mi a rossz. És hogy ezt magában kell, ezt a képességet kifejlesztenie. De hogy ez még önmagában nem elég, hanem hogy szükséges a megkülönböztető képesség is. Hogy próbára tegye a hitét, azt, amit igaznak vél, és az azokkal szemben ütköztetett kérdések, kétségek vagy kételyek is, hogy azok valójában tényleg megrengetik-e azt, és tényleg valójában kiderítik-e azt, hogy az, amit hittem, hogy igaz és jó, az valójában nem az. Mert a próba alatt semmivé válik. És ilyenkor az ember hipnózisban tarthatja magát, hogy igenis ez a dolog, az úgy van. De hogy közben meg látszik, hogy valójában mégsem. És hogy én számomra nagyon fontos volt, hogy ne esek csapdákba, ne esek ebbe az önhipnózisba, amit a jó és a rosszról vélt, vagy valós képzeteim alkotnak, hanem hogy próbára legyen téve. Én az NAMI program kapcsán is ugyanígy vagyok. Kaptam olyan jelzőt, hogy elfogult vagyok, hiszen az NAMI program kapcsán, hiszen én oktatom, és oktatója vagyok a módszernek. De hogy ez nem igaz, mert hogy én gyakorlóként is, de oktatóként is, mind a mai napig mindig próbára teszem azt, hogy valójában a tapasztalat szintjén, arról, hogy hogyan működik, és a működési szintjén valójában tényleg egy jó dolog-e, tényleg az, amit hiszek róla, hogy egy jó dolog, valójában megállja a helyét az érzéseimben, a tapasztalásaimban. És hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy merjünk próbára tenni a hitünket. Ugyanez a rosszról is. Hát annyiszor volt már, hogy a rossz dolgokról derült ki az, hogy valójában jó irányba visznek. És hogy hát csak a pánikbetegség kapcsán, a tulajdonságok kapcsán és az NAMI módszer hatásával kapcsolatosan is, a tisztulási tünetek ellenére is, mind-mind azt éreztem, hogy jó dolgok születnek, értékes dolgok születnek a lényemben, az életemben. És hogy a legjobb az egészben az, hogy nem okosoknak kell hozzá lenni, vagy gondolkozni róla, hanem egyszerűen csak gyakorolni kell. Hiszek abban, hogy, és látom is, és már élem is, több szempontból is azokat a tulajdonságokat, amik régebben vagy csak nagyon csekély, vagy pedig egyáltalán nem voltak meg bennem. És a rossz dolgokkal való szembenézés, az például lesz szeretettel. És én mindenkinek szeretnék kívánni nagyon sok bátorságot, és nagyon sok gyakorlást is, hogy ezek a jó tulajdonságok meg tudjanak születni a rossz dolgokból. És hogy a kettőségből megszülessen az az egység, amiben együtt egységben látjuk a jó és a rossz jótékony hatását. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy végignéztetek ezt a videót. Ne felejtsetek el gyakorolni ma is. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!